Többek között ingatlan eladásokról és közbeszerzésekről is döntöttek Dombóvár város csütörtöki testületi ülésén. A képviselőtestület arról döntött, hogy újabb 6 ingatlantól szabadul meg. Ez nagyon sajnálatos, hiszen vannak közöttük olyanok, amelyeket más nagyon jó funkcióra lehetne használni, amennyiben kiürülnek. Ilyen például az úgynevezett Koronás udvarház a Bezerédi utcában, mely egy polgármesteri hivatal részleg volt. Lassan már nem marad a városnak vagyona, elérkezünk odáig, hogy egyedül a mostani városháza az, ami önkormányzati tulajdon lesz, vagy maradt. A másik téma pedig ugye a közbeszerzésekkel kapcsolatos volt. Úgy véljük, hogy ez egy bluff napirend, tele van olyan tervekkel, olyan célokkal közbeszerzés szempontjából, amelyekre abszolút nincs meg a forrás. Szabó Lórán szerint ezek uniós pénzek, melyeket Brüsszel befagyasztott, illetve olyan kormányzati támogatások, mint a sportkomplexum, ahol visszavonták a korábbi támogatást. Pintér Szilárd polgármester szerint szó sincs az önkormányzati vagyon elherdálásáról, ugyanis egy ingatlan eladása több fordulóból áll, mely szigorúan kötött rendszer alapján működik. Ezen kívül 2 ingatlan vásárlásáról is döntöttek a képviselők csütörtökön. A polgármester arról is beszélt, hogy a közbeszerzési tervet kötelező elfogadni minden év március 31-ig, ebben pedig azok a tervezett beruházások jelennek meg, amikre lehetősége nyílhat az önkormányzatnak. Ez nagyon fontos, hogy nyílhat, hiszen a legtöbb esetben 2023 második fél év, harmadik negyedévére vonatkozóan tettünk bele elemeket. Nyilván itt a toppos forrásokban bizakodunk, és abban reménykedünk, hogy azok elő fognak kerülni az év második felére, hiszen az integrált területfejlesztési programot a megyei önkormányzat elfogadta, Dombóvár városnak is megvan a fenntartató városfejlesztési stratégiája, és azt mondom, hogy ez nem lehet, hogy uniós forrás nem érkezik Magyarországra, és 2019 után még 2023-ban sem tud Dombóvár új pályázatot beadni. Tehát elbéli reményemnek szeretnék mindenféleképpen hangot adni, és ezért is fogadtuk el, ugyan szerintem is, megítélésem szerint is egy elég optimális közbeszerzési tervet, de sokkal jobb, hogyha minden benne van, mint hogyha bármi kimaradt volna abból. Az ülésen egyébként többek között beszámolókat hallgattak meg a képviselők a tavalyi évi helyi tömegközlekedésről és az orvosi ügyeletről is.